11-es napi rendi pontunk következik. Előterjesztés Pomázváros 2018-22 évének vonatkozó helyi esélyegyelőségi programjának elfogadására. Ezt a bizottság megtárgyalta, kérlek elnök asszony, hogy parancsoljon. Köszönöm a szót. Be kell kapcsolni. Oké, most jó. Köszönöm. A bizottság megtárgyalta, voltak apróbb stilisztikai változtatások, amiket kértünk. Ezek nyilván bekerülnek majd, és ezután szeretném megköszönni azt a munkát, amit beletett a hivatal, illetve egészen konkrétan Nagyné Erzsike ebbe a munkába, mert hatalmas területet ölel fel, nagyon részletesen kitér sok mindenre. Természetesen vannak benne olyan részek, amit korábbi munkákból, illetve máshonnan vett át, hiszen a Pomász történelmét nem gondolnám, hogy neki lenne hivatalából adódóan kötelessége megírni, tehát ez evidens, hogy ez máshonnan került átemelésre, de rengeteg olyan statisztikai adat, ábra színesíti ezt a munkát, ami érthetővé teszi mindazok számára, akik jó szándékkal és érdeklődve veszik a kezükbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérdeznem, hogy kérdés hozzászólás van-e. Ha nincs, aki elfogadja Pomáz önkormányzat helyi esélyegyelőségi programját, azt kérem szavazzon igennel. Igen, 0, nem 0 tartózkodás, a testület elfogadta. Következik a 12-es lakossági ügyek. A. pont. Pomáz, Lupavidor utca 10 szám alatti 450-es helyrezi számú 55 négyzetméteres nagyságú 2,5 szoba kivett lakás szolgálati lakássá való nyilvánításával kapcsolatban. Ennek az előterjesztésnek az az előzménye, hogy megürült ez az önkormányzati bérlakás, és amikor meghirdettük, akkor megkeresett minket, mint az anyagból kiderül, a Szentendrei rendőrkapitányság, hogy tudnának Pomázra hozni a pomázi rendőrös állományába frissen végzett fiatal rendőröket. Ezek a fiatal rendőrök vélhetőleg vidékről érkeznek, és számukra vonzó lenne az, hogyha mi valami fajta elhelyezést tudnánk biztosítani számukra. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a lakást szolgálati lakássá kellene nyilvánítani, és azt a számunkra nagyon pozitív hírt kaptuk a Szentendrei rendőrkapitányságtól, Szentendrei rendőrkapitány úrtól, hogy az ide esetlegesen beköltöző 5 fiatal rendőrből 3 a pomázi rendőrőrsön fog szolgálatot teljesíteni. Ugye tudjuk, hogy városunk az elmúlt időszakban hányszor próbál fellépni a városban uralkodó esetleges bűnözéssel, droggal kapcsolatban. Próbáljuk megerősíteni mind a polgárőri állományunkat, próbáljuk megerősíteni azokat a civileket, akik ezzel foglalkoznak, segítik az önkormányzatot akár a drogprevencióval kapcsolatban, akár a KEF-en keresztül. És most itt a lehetőség az, hogy a rendőri állománynak is segítsünk, bár ez a belügyminisztériumhoz tartozik, de ha ilyen megkeresés érkezik, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó lépés lehet. Tehát 3 fiatal rendőr érkezik a pomázi rendőrös állományába. Ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem megduplázódik a rendőrös hivatalos állománya, de még mindig van üres hely a rendőrösön, és remélem, hogy ők, ha bekapcsolódnak városunk életébe, akkor egy kicsit javulni fog azok a statisztikák, amik miatt egyébként nem szavaztuk meg a rendőrségi beszámolót, amik miatt egyébként, hogy nem szavaztuk meg a rendőrségi beszámolót, elég komoly rendőrségi fellépések lettek Pomázon, és folyamatosan nagyobb létszámban teljesít rendőr-Pomázon szolgálatot. Nem oldottak meg még a problémák, de haladunk az úton. Haladunk, és amiben az önkormányzat segíteni tud a belügyminisztériumnak, a rendőrségnek, a polgárőrségnek, vagy azoknak a civileknek, akik ebben részt vesznek, azt az önkormányzat megteszi. Ez az előterjesztés erről szól. Ehhez kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Tehát akik elfogadják, hogy ezt a lakást nyilvánítsuk szolgálati lakássá, ezek okoknál fogva, azt kérem szavazzon igennel.
9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a testület elfogadta. D. Napirend Pomász belterület 586-os helyrezi számú közútnak az 591-es helyrezi számú telek előtti 19 négyzetméter nagyságú részének forgalomképessé való tétele, valamint értékesítésre való kijelölése, adásvétele. Ez van most itt a képviselőtestület. Igen, tudom. Először ki kell vonnunk. Először határozat. Először jön a határozat. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor először a határozatról szavazunk. Határozat 1-ről, igen. Nem zárt magánútról. Aki elfogadja, azt kérem, igen, ne szavazzon. No. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodása testület elfogadta. Határozat 2 következik, ahol meghatározzuk a vevő nevét és az összeget is. Aki elfogadja, kérem, szavazzon igennel. Köszönöm, 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodása a testület elfogadta, és ez elkövetkezik a rendelettervezet 1, ami az ehhez kapcsolódó rendeletet módosítja. Aki ezt elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Köszönöm, 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodása a testület elfogadta. 13-as napirendünk következik, ez szintén egy nagyon pozitív döntése az önkormányzatnak. Pomáz, Rákóczi Ferenc és Mátyás Király utca csapadékvíz elvezetése tárgya, közbeszerzési eljárás lezárása, illetve eredmény hirdetése. Itt lehetett tudni, a Magyar Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott, illetve Pest megye önkormányzatán keresztül 142,5 millió forintot Pomáz, Rákóczi Ferenc utca és Mátyás Király utca csapadékvíz elvezetésére és annak környékének rendbetételére fordítja az önkormányzat. A kiírt pályázat eredményes volt, ez lezárult. A közbeszerzési ügyvédiroda elkészítette, illetve a mi testületünk is átnézte, és az eredmény itt van. Az ajánlattevő a Vianova 87 közmés útépítő ZRT, ő nyerte. Ez van a határozatban. Reméljük, itt a második helyezett nem támadja meg a közbeszerzést, és 8 napon belül tudunk szerződést kötni, és a munkát el tudjuk kezdeni. Ezzel kapcsolatban a kérdés van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozatot, akkor kérem, szavazzanak igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Következő 14-es napirendi pontunk Pomász Hév állomás területének együttműködési megállapodásának megvalósítása a MÁV Hév helyi érdekű vasút ZRT-vel. Jegyzőasszony, kérdő. Igen, tisztelt képviselőtestület, akkor ez az a napirend, ami ugye tulajdonképpen az előterjesztésből, amit polgármester úr tett, amiben ugye az együttműködési megállapodás megvalósításáról tájékoztatja a képviselőtestületet áll, illetve ugye itt került sor a megtárgyalásra András Némurányi Borbála képviselőasszony és Hardi Péter képviselő úr által benyújtott indítványról. Ehhez adalékként a hivatali kapun a mai napon töltöttük le. Megkereste polgármester úr és jó magam a Szentendrei Járási Hivatalt, a volt ANTS, így biztos mindenki ismeri, annak kapcsán, hogy hogyan tudnánk a Pomezváros hévállomásán található nyilvános WC bezárásával kapcsolatban kötelezni az üzemeltetőt, hogy ezt újból nyissa meg. Tájékoztattak sajnálattal arról,
hogy a vonatkozó jogszabályok kapcsán, bár azoknál a helyi érdekű vasúti járműveknél, ahol az átlagos utazási idő a 30 percet meghaladja, utasvécék kialakításával lehetővé kell tenni, viszont a jogszab, ugyanezzel hivatkozott jogszabály kettes paragrafus kettes pontja értelmében ezt az előírást csak a létesítmények, berendezések és járművek esetében csak azok átépítésekor és korszerűsítésekor kell ezt az előírást alkalmazni. Tehát jelenleg jogszabályi kötelezettség, amit a MÁV héven számon kérünk, sajnos nincs. Természetesen abban az esetben, amikor itt polgármester úr is már mondta a tájékoztatóban, hogy tervezik ugye a elővárosi vasút címén ennek a korszerűsítését, peronépítés, fedett peron, stb. Ebben az esetben ugye meg lehet idézőjelben keresni őket, hogy a tervek tartalmazzák-e ennek a nyilvános vécének az újbóli visszaállítását és kötelezővé tételét. Köszönöm. Tehát ugye ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ami itt évek alatt, tehát azt gondolom, amióta én 2006-ban polgármester lettem, azóta folyamatosan próbálunk tárgyalni az éppen aktuális vezetésekkel, a BKV-val, MÁV-val, MÁV-hévvel, elővárosi költet, folyamatosan változtak a partnerek, sőt, volt olyan eset, amikor magával Tarlós István főpolgármester úrral is sikerült beszélni ezzel kapcsolatban, de azt kell mondanom, hogy sajnos előrelépések nem történtek. Az elővárosi közlekedés ezen a három hévvonalon mindig is egy kicsit olyan hátrányos helyzetű volt. Nagyjából Békásig történt valami, és Békás-Megyertől kifelé nem. Most egy új csapat került a színre, egy új tulajdonos, hiszen a MÁV átvette az elővárosoknak a közlekedését, a hévvonalakat, tehát a Szentendreit, a Gödöllőit és a Csepelit, és végre találtunk olyan partnert, aki mondjuk a levelekre válaszolt, sőt, többszöri helyszíni bejárás volt, sőt, azóta is főtanácsos asszonyon keresztül folyamatosan megy a egyfajta kommunikáció, tehát próbáljuk rendbe tenni az állomás épületét, a környékét, valahogy szebbé, jobbá, élhetőbbé tenni a pomáziak számára. Itt el kell mondani, hogy ugye a terület az nem Pomáz város önkormányzatának tulajdona, de hogy eddig is tettük, tettünk padokat, tettünk kukákat, ezeket megpróbáljuk napi, két naponta szinten üríteni. Tehát rendbe tesszük, vágjuk a zöld felületeket, próbáljuk összeszedni a szemetet. Például ma kaptam egy bejelentést arra, hogy a Bihari utcának a végén, hogy átjárunk a fésűsfonónál, ahogy régiek tudják, hogy hol, annál a gyalogos átkelőnél 6 zsák szemetet helyeztek el, 6 fekete zsákot, hogy ki, mikor, hogyan, azt nem tudja. Senki sem megjött a bejelentés, holnapi nap folyamán elszállítjuk. Rengeteg ilyet teszünk, rengeteg nyesedéket hordanak oda, elszállítjuk. Rengeteg szabálytalan parkolás van, próbáljuk rendezni. Emellett ugye a hévállomásnak a másik végén található volt a Volán busznak a jegypálya udvar, az a konténer, amit oda letettek. Nemrég döntöttünk úgy, hogy azt a területet is rendezni fogja az önkormányzat, kulturáltabbá fogjuk tenni, lebontjuk, amit le lehet, és megpróbálunk több parkolót kialakítani. Több tárgyaláson vagyunk túl, nagyon-nagyon fontos számomra is, hogy a hévállomás környéke élhetőbb legyen. Ami a legfontosabb, a parkolási problémák megoldása. Ugye elfogadta a város a parkolási rendszerét, ami másfél éven keresztül ment, és hát most elkezdtük ennek a kitáblázását. Az egyik fő területe az intézményeink környékén, a Hétszínvirág óvoda és a Mátyás iskola környékének az élhetővé tétele. Azt, aki jár arra, az látja, hogy időnként bármilyen széles az utca, nem férnek el egymás mellett az autók, hiszen rengetegen parkolónak használják azt a környéket is. Most az első védekezési reflexiónk az volt, hogy védjük a két intézményünket, és ezen a héten a dolgozók, akik igényeltek, azok behajtási, illetve parkolási engedélyeket kérhettek és kaphattak az önkormányzattól. Tehát azok a dolgozók, akik az óvodában, az iskolában dolgoznak, parkolási engedéllyel rendelkeznek, amit a gépjárművük szélvédőjéhez kell kihelyezni. Akik nem rendelkeznek ilyennel, ugye kb. három hónapja lettek kihelyezve a táblák, tehát mostantól, jövő héttől folyamatos lesz a közterület felügyelet ellenőrzése, először figyelmeztetés, aztán bírság.
Tehát azért, hogy a dolgozók vagy az iskolában a gyereket hordók meg tudják közelíteni, ugye ez a szigorítás 9-től egy bezáró időintervallumig tart. Tehát ez alatt kell kiüríteni ezt a környéket. Tehát megpróbáljuk kiszorítani. Ehhez viszont elengedhetetlen feltétel az, hogy valahol valami fajta parkolót próbáljuk meg biztosítani. Itt is végigjártuk a vezérigazgató helyettes úrral az egész területet, és a Molkút mögötti területet kértük el. Nem örökbe, mert azt úgysem adják oda, de először az volt az első kérdés, hogy megvehetnénk-e, mondták nem, használhatnánk-e, nem, ideiglenesen használhatnánk-e, talán. Tehát nagyjából így megy a kommunikáció, mi azt is bevállaltuk, hogy azt a macska, hatalmas macskaköves területet rendbe tesszük, felfestjük, és amikor a MÁV-HÉV területén ezen a vonalon nincs beruházás, akkor ezt ők a rendelkezésünkre bocsátják, de 60 körüli autómennyiséget lehetne elhelyezni, ez is sokat javítana azon a lehetőségen. A megbeszélések után elkezdődött egy nyári rekonstrukció, és azóta is nem kaptuk meg a területet. Tehát ezért próbáljuk folyamatosan. Ez az egyik oldal, ahonnan elindultunk. Reméljük, hogy ezt előbb-utóbb megkapjuk, és azokban az időszakokban, amikor ők nem használják felvonulási területnek, akkor ott fognak tudni parkolni az emberek. A következő, magának a parkot azt mondtam, hogy ezt igyekezünk rendbe tenni. A HÉV állomás járdája, az pedig a képviselői keretekből, Nagy Attila képviselő úrral megbeszéltem, hiszen mi ketten vagyunk érintettek körzetileg ebben a területen, hogy a HÉV-nak a vastag járdáját, azt az aszfaltosat, ami már elég gyenge állapotban van, azt ebben az évben ki fogja az önkormányzat saját pénzén cserélni. Tehát javítjuk ezt a területnek a megközelíthetőségét is. Az épület ingatlanával kapcsolatban kértük, hogy a kínai vagy vietnámi bolt szűnjön meg, ez meg is történt, onnan a bérlőt kitelepítették, és kértük azt, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy az épület közös hasznosításával kapcsolatban hogyan lehet előrelépni. Itt is ígéretet kaptunk. És akkor ehhez kapcsolódik az, amiket ők elmondtak, hogy ők szeretnék magukat a peronoknak az átépítését is, de hát ez egy több 10 milliárdos beruházás, amihez ők állami segítséget várnak. A tervek megvannak, már azt hiszem évtizedek óta megvannak a modern olyan peronok kialakítása, ami fedett, tehát ahol nem áznak el az emberek. Ez szintisztán az ő feladatuk, és ezek milliárdos összegekről beszélünk, és az egész pályavonalon szeretnék megtenni. Tehát sok mindenben elindult egyfajta együttműködés, sok mindenben kaptunk, ha más nem névlegesen vagy bólintós engedélyt, amiért ott mi tudunk tevékenykedni, egy kicsit rendbe tegyük, de hangsúlyozni kell, hogy a terület tulajdonosával vagyunk partneri viszonyban, velük próbálunk megegyezni. Ilyenek például azok a hihetetlen csúnya bicikli tárolóknak az elszállítása is, ami az az egyesület, ami ezt annak idején oda telepítette, már réges-régen megszűnt. Tehát folyik ennek a fölgöngyölítése, azoknak a bicikli tárolóknak az onnan történő eldeportálása, illetve azt, hogy mi bevállaltuk, hogy egy megfelelő helyen az önkormányzat a következő években kulturált bicikli tárolókat fog tudni kialakítani. Már annak is megvan a helye, hogy hol. De ez az kell, hogy ezek végre leírásra kerüljenek, megszülessenek azok a megállapodások, ők is tudják tervezni a következő évben anyagilag, és mi is meg tudjuk tervezni, hogy a hívállomás is környékére mennyi pénzt fogunk tudni szánni. Itt állunk, ők ezt kérték, hogy ezt a határozati javaslatot, ezt az együttműködési megállapodás tervezetet az önkormányzat fogadja el. Ehhez az önkormányzat a kérésnek megfelelően a második határozati javaslatban bevonta azt a kérményt, hogy a WC kialakításával kapcsolatban kezdjünk meg tárgyalásokat. Ezt is belevesszük ebbe a határozati javaslatba, elküldjük, és mivel jegyzőasszony felolvasta, hogy sajnos más úton nem tudjuk a tulajdonost rákényszeríteni arra, hogy ő maga építse meg önszánta nélkül, tehát hivatalból, ezért bízunk abba a jó indulatba, hogy akkor közösen együtt meg tudjuk építeni mind az évállomás környékének az átépítését, mindmeddig, hogyha a nyilvános WC is esetlegesen ki tudna alakulni, úgyhogy ennek megfelelően folynak a tárgyalások. Ez a két határozati javaslat van a képviselőtestület előtt. Kérdés, hozzászólás, Hardi Péter képviselő úr.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye a bizottságülésen is elmondtam hétfőn, itt is elmondom, hogy ezt a előterjesztést, illetve a hozzá kapcsolódó határozati javaslatokat különös örömmel fogadtam, hiszen ez valamennyien tudjuk, hogy a pomázéknak egy nagyon régóta fájó pontja, tudnék, hogy hogyan néz ki az állomás, illetve az állomás környéke. Egyrészt saját magunk miatt, másrészt meg ugye azért, mert aki Pomázra érkezik vasúttal, hát annak sajnos többé-kevésbé ez az első benyomása, és ez nem a legjobb. Ezen, hogy az előterjesztésben lehet olvasni, remény van arra, hogy végre változás lesz. A Közösen a Városunkért Egyesület nagy hangsúlyt tesz arra, mivel hogy nagyon sokan megkerestek bennünket évek óta, hogy egy illemhely, egy nyilvános illemhely legyen végre a városban. Ennek érdekében aztán, mivel polgármester úr ugyan mondta, hogy már 2006 óta, amióta polgármester azóta ezzel foglalkozik. Nem az illemhelyére, hanem az állomás környékével. Az állomás környékével, ami benyilvánvaló, hogy egy ekkora forgalomú állomáson, még hogyha a jogszabály, hogy hallottuk, nem is írja elő kötelező módon a tulajdonosnak, de azért egy illemhely mindenképpen jó, hogyha ott van. Tehát éppen ezért, hogy ezt a pomázéknak ezt a kívánságát erősítsük, elkezdtünk egy aláírásgyűjtésbe, ez sikeresnek mondható, több mint 3000 aláírást ennek érdekében összegyűjtöttünk, ez itt van, olyan nehéz, hogy így félkézzel alig bírom fölemelni. Egyébként nem csak ez van benne, hanem még ezen kívül 2000 aláírás is, amely a gyalogosát... De arról most nem beszélünk, arról az nincs. Az most nincsen, de azért egy mondatban azért hadd említsem már meg, talán még jegyzőasszony sem fog emiatt ügyrendet nyomni. Tehát nagyon sajnálatos az, hogy ezt viszont nem tárgyalja a képviselőtestület, levette a napirendről. Ezt több mint 2000-en szerették volna, hogy ez a gyalogos átkelő megvalósuljon. Még annyit hadd mondjak el tapasztalatként, amikor gyűjtöttük az aláírásokat, hogy nem csak ez a pomázra kívánsága, hogy ott egy nyilvános illemhely legyen, hanem nagyon sokan beszélgetés során elmondták, polgármester úr részben említette, ugye a fedett peront, ezt nagyon szeretnék a pomáziak, nem kell mondanom, hogy miért, aki hével szokott utazni, az tudja, hogy milyen körülmények vannak a felszállásnál, leszállásnál, különösen, hogyha csapadékos az időjárás. Azon kívül nagyon szeretnének, ezt viszont nem említette, ivókutat, régen volt, nincs, bizonyára megvan az oka, szeretnék a pomáziak, hogyha ismét lenne. Jegyző azt, hogy ügyrendit nyomott, úgyhogy... Most nyomnék már ügyrendit, mert... És mi a probléma? Bocsánat, az a problémám, hogy nem a tárgyhoz beszél. Tehát ameddig egyszer megemlíti, addig rendben van, nem nyomom, de akkor most elkezdi felsorolni öt oldalon keresztül, hogy akkor még mit kérnek a pomáziak, nem tartozik a napirendhez. Köszönöm. Bocsánat, én azért gondolom, hogy a napirendhez tartozik, ne arra ugyanaz, hogy ezen vitatkozom, de hát a polgármester úr is számos dolgot említett az állomás épületével kapcsolatban. Miért nem tartozik a napirendhez, hogyha én is említek ilyen dolgokat? Nem értem. Jó, tessék folytatni, képviselő. Jó, köszönöm szépen. És még egy új keletű probléma, azt is említettem a bizottságülésen, de most is említem, mivel egy nagyon súlyos probléma azoknak, akik hével utaznak, ez a jegykiadásnak a változása. Ugye jegypénz már régen nincsen, viszont aki felszáll a hévre jegy nélkül, annak a kalóz büntetés nélkül kiadta a jegyet. Ezt a fenntartó MÁV megváltoztatta szeptember 1-től azzal, hogy egy hónap türelmi időt ad az utasoknak, október 1-től már büntetni is fog. Lehet egy új jegykiadási módszert bevezetni, viszont a pomáziak megítélése szerint ez nincs előkészítve. Azért nincs előkészítve, mert egyrészt csak egyetlen automata van, annak pedig a használata, hogy azt az egy szál, mondjuk 250 forintos jegyet az utas megvegye Békásmegyerig, mondjuk egy kiegészítő jegyet. Nagyon sok művelet kell ahhoz, sok lépés kell a műveletben, ahhoz, hogy ezt meg tudja venni. Ez hosszú időt vesz igénybe, és amikor mondjuk egy busszal érkeznek a pomáziak, vagy a környéken lakók, sorban állnak, nem tudják megvenni időben a jegyet, legfeljebb néhány közülük is lekésik a hévet. Úgyhogy azt javaslom, hogy a tárgyalások során mindenképpen ezt a problémát is vesse föl a polgármester úr, vagy aki fog tárgyalni a hévvel, vagy a MÁV-val, mert problémát okoz a pomáziaknak, és ezt meg kellene oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm, jegyző asszony, kért szót.
Még annyit megjegyeznék, hogy egyrészt központi jogszabály kapcsán van a lehetősége a szolgáltatónak, hogy ezt meglépje. Kettő, a Budapest irányából közlekedők esetében viszont akkor ez a nyilvánosság előtt hangozzon el. Természetesen amennyiben Pesten szállunk föl a Hévre, úgy van lehetőség pótlékmentesen megvásárolni Pomázra a jegyet, csak innen a Dunakanyarból a vissza irányba, illetve a befele irányba nem áll ez a lehetőség. Ami még elhangzott egyébként a központi tájékoztatóban, hogy természetesen van mód arra, hogy előre megvásároljuk ezt. Na most én nem, a bérlet esetében el tudom képzelni, hogy ez jelen pillanatban is ugye a programban van. Szerintem még, amit elmondtak, hogy a jegyet is előre tudom megvásárolni, szerintem ez még nincsen, de aki már esetleg ott nyomkodta azokat a gombokat, az javítson ki. Tehát erre mi is visszakérdeztünk, hogy mielőtt föltesszük a honlapra ezt a kommunikációt, akkor ez hogyan áll az utasok rendelkezésére. A szolgáltató azt állítja, hogy van mód az előzetes megvételre, nem kell, hogy akkor ott, abban a pillanatban vásároljuk meg. Szerintem ez csak a bérletre áll, de amennyiben erre választ kapunk, természetesen mi is a honlapon részletesen tájékoztatjuk az utasokat mindenféle esetleges kedvező lehetőségről. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony kért szót. Köszönöm szépen a szót. Nagyon egyet tudok érteni Hardi Péter képviselőtársammal, mert ezügyben engem is többen megkerestek, és saját tapasztalatom is nagyon-nagyon rossz. Tehát ezügyben mindenképpen fel kellene lépnünk, mert hogy vannak olyan esetek, amikor az automata elveszi a papírpénzt, nem ad vissza, nem adja ki a jegyet, tehát nagyon sok probléma van ezzel az automatával. Nem csak ezzel gondolom, hanem a többi hévállomáson is, úgyhogy én is csatlakoznék a kéréshez, hogy ezt próbáljuk megoldani. A pomáziak és ugye az ideérkező, mert ugye nem csak pomáziak, hanem amit említett képviselőtársam, hogy a busszal érkezők, tehát Dobogókő és minden másik településről jövőknek ez komoly gondot okoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más hozzászólás? Jó, akkor két határozati javaslatunk van. Az első az a 4 pontos, ami felsorolt, a második pedig az a WC-kel kapcsolatos, úgyhogy először az elsőről szavazunk, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás. A második határozat, tehát elfogadta a képviselőtestület, a második határozat pedig a nyilvános WC-vel kapcsolatban kezdjünk tárgyalásokat a MÁV HÉV állomás, vagy a MÁV HÉV-vel az állomás környékével kapcsolatban. Aki ezt elfogadja, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodás, a testület elfogadta. 15-ös előterjesztés, gyerekjólét és gyerekvédelmi feladatokról szóló értékelés kiegészítéséről. Jegyzőasszony kért szót, parancsolj. Tisztelt képviselőtestület, mint az előterjesztésből is kitűnik, a kormányhivatal illetékes főosztálya írta elő a 2017. évi beszámolónak a kiegészítését. Az előterjesztés írásos anyagában javítást eszközölnénk. A harmadik pont alatt Pomázváros településén onnantól kezdve kezdődne egy kicsit átalakítva a mondat. Testület által elfogadott konkrét bűnmegelőzési program nem készült, és itt van a mondat vége. Tehát ennyiben változik a hivatal által előterjesztett írásbeli javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Igen, hát ez a kis összefoglaló végül is azt hiszem, hogy reálisan és jól foglalja össze azokat a helyben elérhető lehetőségeket, vagy feladatokat, amiket itt Pomázon az önkormányzat elvégez. Jegyző azt, hogy ügyrendi nem ott nem
Mindjárt meghallgatjuk, miért. Előasszony, csak nehogy félreértsük egymást. Ez a testület által elfogadott 2017. évi gyerekjólét és gyerekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésének a kiegészítése. Erről a testület már egy hosszú-hosszú, sok-sok oldalas beszámolót elfogadott. Ez csak három olyan ponttal történő kiegészítését tartalmazza, amit utólag írtak nekünk elő. Köszönöm. Tessék, képviselő asszony. Jó, köszönöm szépen. Akkor igen, akkor a kiegészítésről beszélek én is. Annak is a második feléről, végülis természetesen egyetértek vele, és el fogom fogadni, de annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy föl van itt sorolva ugye a kábítószer egyeztető fórum, ami 2015 óta működik, illetve mint a másik ilyen lényeges intézmény, ugye a közbiztonsági tanácsnok intézménye. Most ez nagyon jó, hogy mind a kettő van, mind a kettő egy keret, amelyiket sajnos még feladattal nem sikerült azt hiszem megtölteni, úgyhogy ezen még van mit gondolkodni, hogy hatékonyabb legyen, és még jobb eredményekről tudjunk beszámolni legközelebb. Köszönöm. Sajnálom, képviselő asszony, hogy nem sikerült ezt a keretet megtölteni. Mivel? Hát hány anyag készült, hány fórumot tartott, hányszor ülésezett a KEF? A bűnmegelőzési tanácsnok folyamatosan egyeztet a helyi rendőrséggel, a rendőrös parancsnokkal, a kapitánnyal. Az a baj, hogy nem azzal együtt, hogy az ön szándéka az, hogy megmarja a maga mellett ülő képviselőt, azon kívül nulla tárgyi tudással rendelkezik ebben a tárgykörben. Jegyzőasszony, a szó. Ezt kívántam megelőzni, képviselő asszony, hogy teljesen félreértelmezze, de ezt én már megszoktam, tehát igazából már meg se lepődök. Akkor még egyszer fölolvasnám, jó? Most az első oldalt. Az első oldalban a mondatom melyik részére kíván reflektálni? A nem értette szokás szerint, vagy a meg se lepődök rajta? Jó, hát ezt megkapja. Jó, akkor én most felolvasnám. Tehát három dolgot írt elő a Pest megyei kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztálya, szociális osztálya. Az átfogó értékelés kiegészítését javasolta egy a település demográfiai mutatójával. Ezt szerepeltettük, hogy mennyi a lakosság szám. Kettő, a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők elutasításának részletezését kellett, ezt ott öt ember esetében leírtuk, hogy mi. A harmadik, a gyerekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának a bűnelkövetés okai tárgyában. Erre pedig az a válasz az önkormányzatnak, és most én megkövetek mindenkit, én vétettem a hibát. Egy mondatot kellett volna leírni, mely szerint a gyerekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az elkövetett bűncselekmények számának és okairól az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére adat. Az ezzel kapcsolatos adatokat a Szentendrei Rendőrkapitányság kezeli és tartja nyilván. Én elkövettem azt a hibát, hogy úgy gondoltam, hogy a képviselőtestület által nyilvánvaló, hogy létezik azért Pomázon egy kábítószer ellenes fórum. Léteznek egyébként olyan családvédelmi, gyermekvédelmi, oktatási intézményi együttműködések, amelyek azért ezt a fiatalkorú bűnelkövetést valamilyen szinten szeretnék úgymond megszüntetni, szeretnének ennek kiváltó okain segíteni. De ha ezt képviselőasszony folyamatosan félreértelmezi, akkor nagyon-nagyon szépen kérem, előtte olvass el, és amikor külön felhívják a figyelmét, akkor legalább gondolja végig, hogy akkor mégis mit mond. Tehát a válasz a testület részéről az, hogy erre nem rendelkezünk információval. Köszönöm. András Némurányi Borbála. Köszönöm. Akkor most fontosabb erre válaszolnom, úgyhogy polgármester úr mondandójára nem reagálok. Jegyzőasszony elkövette azt a hibát, hogy beleírta ezeket a dolgokat, akkor egyszerűen én nem tudom úgy tekinteni, mintha ez nem lenne itt, tehát ezért nem akartam erről részletesebben beszélni, hiszen nem erről szól ez az előterjesztés, ezt én is látom, de ennyit meg kellett jegyeznem, és majd egyébként az egyebekben van szándékom erről
majd részletesebben és mélyebben is elmondani a véleményemet. Köszönöm. Jó, 5 perc. Jó, köszönöm szépen. Akkor a rendelettel kapcsolatban ma nem egy kérdés. Nem látok. Aki elfogadja a módosításokkal együtt az új előterjesztést, azt kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodás a testület elfogadta. 16-os javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat kiírására. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Ez egy feladat, amit végre kell hajtanunk. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog jelentkezni a Hardi Péter. Köszönöm szépen, polgármester úr. Azért kértem szót, hogy ha lehetséges, akkor kérjem a jegyzőasszonyt, hogy egy picit részletesebben mondja el, hogy miről is van szó. A bizottság ülésén erről beszéltünk. Rendben van, persze, kell ez, meg ugye kötelező is, de a pomázák egy részét ez érinteni fogja ennek az eredménye, és hát jó az, hogyha erről tudnak, hogy akkor ez hogyan is fogja érinteni az ő életüket. Azokét, akik ugye vagyonhibájukon kívül, de nem kötöttek rá a csatornára. Köszönöm szépen. Nem tudnak rákötni. Jegyzőszín megszólította. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt képviselő úr, természetesen amennyiben ugye ez a pályázat élesbe fordul, és valamilyen szinten a pomáziak életére kihatással lesz, úgy részletes tájékoztatót jelentetünk meg a Pomázi honlapon, illetve az újságban. Annyit előjáróba, hogy ez a pomáziakat annyiban érinti, hogy lesz egy olyan közszolgáltató, akár pályázati úton, ha sikeresen pályázik, akár jogszabályi előírás folytán a katasztrófavédelem kijelölését követően, akinek kutya kötelessége lesz elvinni a szennyvizet, a szippantott szennyvizet a település minden pontjáról. Ugye akár műszaki okok miatt, akár szintkülönbség miatt, akár rossz út viszonyok miatt, de nem tagadható meg az így kijelölt, vagy úgymond a testület által szerződéssel lekötött vállalkozó részéről. 2. Hatósági áras ez a szippantás. Tehát abban az esetben, hogyha ugye pályázati nyertes lesz, akkor ezt az összeget kell a képviselőtestületnek majd kötelezővé tenni. Ha nem, akkor pedig a katasztrófa védelem fogja kijelölni azt a szolgáltatót, akinek az árait egyébként kötelezően alkalmazni kell a településen. De ez nem azt jelenti, ellentétben a hulladékgazdálkodási előírásokkal, hogy csak azt a szolgáltatót lehet igénybe venni, bármelyik szolgáltatót igénybe lehet venni, de ha ezt vesszük igénybe, akkor neki kötelezettsége van az elszállítással kapcsolatosan. Hogy miért került ide, ez a bizottsággyűlésen merült fel. Jelen pillanatban mulasztásos törvénysértés még nem áll fent, hiszen a kormányhivatal törvényességi főosztálya még nem írta elő kötelezően egyébként, hogy ennek eleget kell tennünk, és hangsúlyozom, a megyében, de országosan is nagyon-nagyon sok önkormányzat nem tett eleget. A mi településünkön a jogszabályi előírásoknak idézőjelben azért nem kívántunk eddig megfelelni, hiszen a településünknek egy rendkívül csekély százaléka a háztartásoknak nem ellátott csatornarendszerrel, tehát nem egy számottevő mennyiség, amiről most beszélünk. Viszont eddig is volt olyan vállalkozó, aki a településünkre eljárt, ugyanazt veszik igénybe, tehát most is megoldott ez a feladat. De tavasz végén, nyár elején volt egy olyan felmérés, ahol a megyében mindenhol nyilatkoztatták a jegyzőket, hogy a településünkön milyen szinten áll ez a dolog, hány százalék a csatornázottság, illetve van-e kijelölt kötelező közszolgáltató. És ezt megelőzve hoztuk be,
hogy akkor kiírjuk mi is azt a pályázatot, amit egyébként Budakalász kiírt, a Dunakanyarba többek kiírtak, vannak, akik kicsit előrébb tartanak, mert a katasztrófavédelem kijelölési eljárásánál tartanak, vannak, akinél még csak hasonló körben most kerül a pályázat úgymond meghirdetésre, mi is csatlakozni szerettünk volna ehhez, hogy akkor ennek is feleljünk meg. Amennyiben ez a lakosságot bármilyen szinten konkrétumokkal érinti, akkor arról a szokásos fórumokon nyújtunk tájékoztatót. Köszönöm. Köszönöm, jegyzőasszony. Egyéb kérdés hozzászólás a határozathoz? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodással a testület elfogadta. Következő napirendünk következik, előterjesztés Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírására. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja a pályázati kiírást, azt kérem, szavazzon igennel. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodása a testület elfogadta. Pomáz Város Egészségklubja, a POVEC néven közismert civil szervezet, megjelenési formája lehetőség szerint olyan legyen, ami valóban tükrözi azt, hogy a város nevét viselő egészségklub, tehát szépen, szép formában tudjon megjelenni. Nem csak a Pomáz napra gondoltam, hanem akkor is, hogyha meghívásos feladatoknak teszünk eleget, például Budakalászra, rendezvényre, hogyha meghívnak, akkor például ott is tudjuk jelezni, hogy ez Pomáz Város Egyesületével, a Pomáz Város Egészségklubjaként szereplő kis csapat. Kérem a tisztelt testületet, hogy ezt az engedélyt szíveskedjenek megadni, és járuljanak hozzá, hogy a készülő molinón ez már megjelenhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja a határozati javaslatot, tehát a Pomáz címer engedélyezését a POVEC Egyesületének, azt kérem szavazzon igennel. Attila nincs benne, és ez állít. Igen, 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodása a testület elfogadta. Egyebek B napirend következik, ez egy hát számomra is érdekes napirend. Dr. Pető Ernő címzetes egyetemi docens Pest megye önkormányzatán keresztül keresett meg, azzal ő a Magyar-Kínai Gazdasági Kamarának az elnöke, és Magyarországon elkezd alakulni, illetve a Magyar Kínai Gazdasági Kamara együttműködve a szerbbel, a romániaival és a felvidékivel, illetve Szlovákiával egy olyan közös gazdasági együttműködést kívánnak kötni kínai tartományokkal, ami az ő előzetes tájékoztatása alapján gazdasági, kereskedelmi, kulturális, turisztikai alapokon szorosabbra vonhatná ennek a térségeknek, köztük Magyarországnak, köztük Pest megyének, és Pest megyén belül pedig Pomáz városának a kapcsolatait a kínai népköztársaság itt meghatározott Foshan városának Changcheng körzetével. Nagyon jól hangzik. Én Pest megye önkormányzatának az alelnökével beszéltem. Ugye Pest megye önkormányzatának nagyon élő és működő kínai tartományi, illetve testvérjárási kapcsolatai vannak Chongqinggel, Ningxiával és Hebei tartománnyal. És ezen a kapcsolaton keresztül kereste meg ez a város, ez a kerülete, hogy szeretne Pest megyében egy településsel bármifajta kapcsolatot fölvenni. Ez nem testvérvárosi kapcsolat, ez egyfajta nyitás
ugye a keleti nyitás keretében szeretnék jobban megismerni ezt a környéket, szeretnék Pest megyét megismerni. Tessék? És hogy ezáltal szeretnének kicsit jobban megismerni ezt a mi részünket. Én kérdeztem, hogy miért pont Pomázra esett a választás, azt mondták, hogy Pest megye önkormányzata javaslata értelmében keresik meg a mi önkormányzatunkat. Meg utána néztem ennek a településnek, ez a Fushan város, ez Dél-Kínában található, közel 8 milliós lakosa van, tehát, és az a kerület, amelyik egyébként a közigazgatási, katonai és politikai körzete, abban olyan 120-130 ezer ember lakik. Tehát a mi mértékeinkhez képest sokkal, de sokkal nagyobb. Nagyon erős gazdasági környezete van ennek a területnek, nagyon erős a kultúrája és a turizmusa, és hát ez alapján szeretnének felénk nyitni. Ez van most itt előttünk. 19-én érkeznek Magyarországra, és hogyha a képviselőtestület úgy dönt, hogy elkezdődhet egy ilyen beszélgetés, akkor ezt a határozati javaslatot elfogadja a képviselőtestület, akkor elküldöm Pető Ernő úrnak, és ő meg továbbítja ennek a tartománynak, vagy ennek a városnak, ők ezt hazaviszik, és ott eldöntik, hogy akkor, bár ők kérték a kapcsolatfelvételt, hogy akkor milyen formában szeretnének velünk bármifajta kapcsolatot létesíteni. Én még itt próbáltam vicceskedni, amikor így próbáltam megtudni, hogy mikről van szó, meg hogy melyik területről, akkor úgy rákérdeztem, hogy melyik város, ugye azt megkaptuk, hogy melyik megye, vagy hogy melyik körzet, azt is meg mennyi a lakosság, ezt is megkaptam, és akkor rákérdeztem, hogy és név szerint, akkor már kicsit viccesnek vették ők is, de úgyhogy most itt tartunk ebben a kapcsolatban. Fushan város, Fushan város. Ez délen található Kanton tartományban, állítólag olyan 80 kilométerre Makaótól és olyan 120 kilométerre Hongkongtól. Tehát ezek a nagyobb városok ott a környék. Igen, mert az a dél-kínai tenger, tehát ez a Kína gazdasági környezete, a kung fu ős hazája, tehát mindenféle jelzőket lehet róluk olvasni. Erről lenne szó, mondom, nem testvérvárosi kapcsolat, semmi ilyesmiről nincsen szó, egyszerűen érdeklődnek irántunk. És ha esetlegesen ugye bármifajta gazdasági befektetés esetleg érkezik Pomázra, az nem lenne hátrány. De ugye tudjuk jól, hogy ami nem Kínába készül, az hamisítvány. Úgyhogy ennek megfelelően nagyon erős a kínai gazdaság. Ennek a területnek én azt olvastam, nem biztos, hogy igaz, hogy a tavaly évben 28,6%-os volt a GDP növekedése. Tehát ez egy igen dinamikusan fejlődő. Tehát nem Közép-Kína vagy a mongol tartomány, hanem ez a dél-kínai ipari kereskedelmi központ. A határozati javaslat az itt fekszik, kérdés van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy visszaküldhetjük ezt a memorandumot aláírva, azt kérem, szavazzon igennel. Mert, igen. Kilenc igen, nulla nem és nulla tartózkodása a testület elfogadta. Köszönöm szépen. Kici ócó, tudjuk. Jó, akkor egyebek, napirend következik. Andrásné Murányi Borbála. Köszönöm szépen a szót. Az egyik téma, amire már utaltam itt egy előző napirendnél, arról szól, illetve azzal kezdeném, hogy a nyár folyamán, amíg képviselőtestület nem ülésezett, én azért dolgoztam és írtam egy levelet. Szeretnék jelezni, mi is. A közbiztonsági tanácsnok úrnak és a kettes választási körzet képviselő asszonyának a droghelyzettel kapcsolatban annak folytatásaképpen. Képviselő úrtól kaptam egy választ, képviselő asszonytól nem kaptam, de gyakorlatilag semmi nem történt. Most én épp ezért szeretném
azt elmondani, hogy egyrészt azért is írtam meg ezt a levelet, mert akkor pont az aláírásgyűjtéseknél tartottunk, és akit láttam, hogy Tavasz utca meg azon a környékén lakik, és írt alá, mindjárt kikérdeztem, hogy mi a helyzet. És mi nagyon el voltak keseredve, de hát gondolom, hogy főleg képviselő asszony valószínűleg teljesen tisztában van a helyzettel, azt mondja, hogy teljesen reménytelen. Volt, aki azt mondta, hogy most már eladta a házát és elköltözött. Egyébként a rendőrség ajánlotta neki, hogy hát költözzön el arról a környékről. Tehát rendkívül súlyos ez a probléma, és én úgy gondolom, hogy persze látom, hogy igaza van polgármester úrnak, meg az itteni hozzászólóknak, hogy igyekeznek valamit jobbítani, de úgy érzem, hogy ez kevés, tehát nem elég, hogy most a rendőrségre hárítunk mindent. Tényleg kevesen vannak, tehát nem tartom igazságosnak, hogy most a problémát az önnyakukba varjuk. Valamit nekünk is hozzá kell tenni ehhez. Tehát ezért mondtam, hogy egy kicsit üres keret ez a KEF, és maga a közbiztonsági tanácsnoki funkció is, mert a Sarkadi Attila válaszából is az derült ki, hogy tehát ő nem szavazta meg a rendőrség beszámolját. Bezzeg, én ugye megszavaztam. Hát mert ezzel nem oldódik meg semmi. És akkor én most, az én levelem ugye arra irányult, hogy mit lehetne tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogy lehetne a közösség erejével közösen fellépni, és jobban segíteni, odafigyelni, legalább ők egymásra. Hát most ehhez is le kéne ülni. Tehát én ezt kezdeményeztem, hogy le kéne ülni, lakossági fórum kéne velük, a képviselővel, a KEF-fel, a polgárőrökkel, a polgármester úrral, mindenkivel, aki számít, és akinek ötlete meg gondolata van, és aki szeretne ezen változtatni, ne passzolgassuk és másra mutogassunk a feladat kapcsán, hanem tényleg segítsünk, ráadásul mindannyiunkat érint, mert úgy érzem, hogy ez valahogy szépen terjed. A végén majd egész Pomáz egy ilyen drog elosztó központ lesz, és akkor aztán jól nézünk ki. Nem kéne megvárni, amíg ilyen irányba megy a dolog. Tehát én javaslom változatlanul képviselő asszonynak is, hogy az ő kezdeményezésével, aki ebbe a körzetbe képviselő, de nagyon szívesen segítek, szervezési munkát is vállalok ezzel kapcsolatban, de jöjjön létre egy ilyen közös, akár adhok bizottság, de ami segíti, és tényleg valóban segíti az ottaniakat, és segít megoldani ezt az áldatlan nehéz problémát. Ez az egyik. A másik egy rövid kérdésem, remélem még belefér, én nem szoktam azért olyan nagyon hosszan beszélni. Vártam az első napirendi pont után polgármester úrtól, hogy beszámol, hogy mi történt a két testületi ülés között, mert általában beszokott erről számolni, és ott akartam már jelentkezni, hogy engem nagyon érdekelne az, hogy a becsületsértési eljárás, amit polgármester úr és Pomáz városa ellenem indított, még valamikor ugye tavalyi év során, és az idén gyakorlatilag januárban kaptam egy utolsó értesítést, hogy két embert, akit az én és az ügyvédem megnevezett, ki fognak ugye hallgatni ez ügyben. Engem nem hallgattak ki, és ez ugye már február 1-én történt, azóta semmilyen értesítést nem kaptam. Most az ügyvédem azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha engem, mint nem is tudom, hogy már fölírtam a szót, nem hallgatnak ki, tehát mint bűncselekmény elkövetőjét engem nem hallgatnak ki, akkor valószínűleg utána megszüntetik az eljárás. Minden, nem be. De abból már én nem kapok értesítést. Ja. És, okay. És ezért szeretném megkérdezni, polgármester úr, tehát azt mondta, hogy ezek szerint az ugye február óta, vagy mégis mire számíthatok az ügyben. Jó. Hát én a másodikra egyszerű válaszolni, én sem tudom, hogy mi történt az ügyben. Valószínűleg majd eldönti a bíróság vagy az ügyészség, hogy tovább folytatja-e. Én azt gondolom, amit leírt, ez egy szemenszedett hazugság volt, és hát ennek valószínűleg jó lenne, ha Magyarországon lennének jói következményei. Lehet, hogy úgy fognak dönteni, vagy úgy döntöttek, hogy én közszereplő vagyok, nekem mindent el kell tűrnöm.
Ezt majd meglátjuk. Én a mai napig is azt tartom, hogy amit ön ott leírt, az mind hazugság, és ezt tartom is, de ez magának ez a célja, hogy akár engem, akár a képviselőtársainkat, akár Pomáz önkormányzatát folyamatosan mocskolja. Most már én is merek ilyeneket mondani, mert felvilágosítottak, hogy ha engem lehet szidni, akkor én is kimondhatom végre azt, amit szeretnék másokról, hiszen ön is képviselő, közszereplő. Jó. Az előző droghelyzettel kapcsolatban, még mielőtt megadom a két szakembernek a lehetőséget, a drog meg, vagy a, egyrészt ugye a körzet képviselőjének, másrészt Anikónak, aki ugye tartott is ott lakossági fórumot, illetve meghívták egy ilyenre ezzel kapcsolatban. Azért én azt gondolom, hogy ennél a droghelyzetnél lakossági fórumokat tartani betépett, bedrogozott embereknek szerintem nem biztos, hogy a legjobb. És azt tetszik mondani, hogy mi letoljuk magunkról a felelősséget, meg nem foglalkozunk az üggyel eléggé. Tény és való, hogy belügyminisztériumi hatáskörbe tartozik a drog probléma. Persze tudom erre az a válasz, hogy akkor is mi is tegyünk meg mindent. Mit tegyünk meg? Szedjük össze a drogosokat, vagy mit tegyünk? Tehát, hogyha lenne jogszabályi lehetőség arra, hogy Pomázon meghirdetni egy ilyen esti programot, hogy lehet menni, és kicsit pucoljuk ki a város, biztos meg lehetne tenni, és nagyon sokan jelentkeznének is erre. Nem véletlen az, hogy nem fogadtuk el, mint mondtam, a rendőrségi beszámolót, hiszen ennek a következtében is, meg azoknak a kéréseknek a következtében, amik folyamatosan beérkeztek a rendőr őrsre, a kapitányságra és a Pest megyei főkapitányságra, egyre több és több rendőr járő jelent meg. A drog probléma itt van, küzdünk ellene. Ki milyen úton, módon tud? Pomáz város önkormányzata nem lakossági fórumok szervezésével küzd ellene, hanem azzal, hogy megerősítettük a polgárőrségünket, akár anyagi, akár gépjárműállománnyal. A bűnmegelőzési tanácsnak folyamatos egyeztetésben van a rendőrkapitánysággal, folyamatosan próbáljuk kiszorítani innen ezeket az embereket, amennyire a mi lehetőségünkbe telik. Kérjük a rendőrséget arra, hogy segítsék a városunkat ebben a feladatban. Igen, tehát az első kérésnek, amikor tőlünk kér a rendőrség, most általában mindig teljesítjük. Most ugye volt egy közös kompromisszumos lehetőség, a lakás átalakítása rendőr lakásá, ami által növekedni fog a Pomázon szolgálatot teljesítő rendőrök száma. Lehet, hogy ön azt mondja, hogy ez nem jelent semmit, de sajnos sem ön nem tud fölvenni egy egyenruhát, sem már más, aki nem rendőr. Tehát oda rendőri erő kell. Ha kell a TEK, ha kell a készenléti rendőrség, mert ez egy olyan probléma, amihez oda tetszik tudni állni, és azt tetszik mondani a drogosnak, hogy csúnya dolog, amit tetszik csinálni, őt ez nagyon nem érdekli. Sőt, a terjesztőt még esetleg önt elő is veszi, és talán tetlegességgel meg is bünteti. Tehát ez nem a mi eszközeinkkel való megoldását jelenti, hanem a belügyminisztérium, a rendőrség segítsége kell. Én magánemberként megtettem azt, amit lehetett. Én jelentkeztem és sikeres vizsgát tettem a Pomázi Polgárőr Egyesületnél, már polgárőr vagyok, jövő héten szerelek föl, és én is ki fogok járni, ha nem is minden este, de több hetenke szolgálatba, és próbálom én is segíteni a pomáziakat. Ezzel fogok tenni. Én ezzel tudok ellene tenni, és az önkormányzat azzal tud tenni, hogy pénz, paripát és minden egyebet próbálunk biztosítani a polgárőreinknek, a megelőzésre, a KEF-re, azokra a fórumokra, ahol azokat a fiatalokat, családokat találjuk meg, akik hajlandók arra, hogy ezeken részt vegyenek, és talán ez is segít abba, hogy a gyerekükre, vagy a fiatalukra, vagy saját magukra odafigyelve nem kerülnek ezekbe a drogos társaságokba. Akik benne vannak, azokon már segíteni nem nagyon lehet. Ez az új anyag, amiről szó van, ami nagyon olcsó, ez 2-3 használat után kiüti az agyat. Tehát onnantól ezek az emberek élő zombikká válnak. Nekik oda menni, beszélgetni velük, vagy utcafórumot tartani, ott az lehet, de nem tartom túlzottan jó ötletnek. Tehát ott ezekkel az emberekkel mit kezdeni? Nem lehet. Itt a rendőrség kell ahhoz, hogy kisöpörje. Mi meg fogjuk tenni ősszel, hogy azokat a helyeket, amiket lehet a patak mellett, ki fogjuk írtani, ki fogjuk pucolni. Már tettünk erre kísérleteket, hiszen mi végezzük a dolgunkat, és nem hülyeségeket beszélünk, mint a képviselőasszony. Halászné Gambár Mária jön. Köszönöm a szót. A levélre valóban nem válaszoltam, mert
nem tartom értelmét válaszolni egy olyan leírásra, ami szinte szó szerint megismétli azt, amit az előző testületi ülésen megvitattunk, amiről beszéltünk. Ha a képviselő asszonynak ennyi volt a nyári munkája, akkor igazán gratulálok és elismerésem az ezért a hatalmas erőfeszítésért, hogy sikerült leírni a levélbe azt, amit előtte testületi ülésen megbeszéltünk. Én személy szerint, aki engem megkeres ebben a témakörben, azzal megbeszélem az adott helyzetet, elmondom neki azt, amit ebben információként rendelkezésemre áll. Egyébként a KEF-nek a tagjaként a KEF megbeszélésein aktívan részt veszek. Ami ötletem van azzal kapcsolatban, lehet az égre nézni, kedves képviselőasszony, próbáljuk meg megadni egymásnak a minimális tiszteletet, hogyha ezt sikerül esetleg öntől. A KEF megbeszélésein amennyire lehetséges, megpróbálok aktívan részt venni, az ötleteimmel segíteni a KEF-nek a munkáját, ami nem egyszerű, viszont azt a felajánlást, hogy ön majd segít nekem szervezni a dolgokat, hát nagyon kedves, nagyon köszönöm, de én olyan emberekkel szeretek dolgozni, akik nem verbális látszatjavaslatokkal állnak elő, különösen a televízió előtt, hanem akik valóban dolgoznak és valóban tesznek valamit. Olyan emberek is vannak ám, akik nem beszélnek róla, hanem cselekednek. Igazából azokkal szeretek együtt dolgozni, annak van látszatja és eredménye, ez meg csak felbosszantja az ember, de nyilván ez a cél, ha ez volt a cél, akkor lehet, hogy ez most nem jött be. Mindenesetre ennyi a hozzáfűzni valóm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kósa Anikó, a polgármester asszonyé a szó. Köszönöm szépen a szót. Akkor most én is hadd kezdjem ott, hogy tisztelt képviselő asszony akkor szerzett tudomást arról, hogy mi történik ott, amikor előző testületi ülésen elmondtam, hogy mi történik abban az utcában, mert az utca lakói ugyan nem utcafórumot tartottam, hanem megállítottak, többen összegyűltünk, átbeszéltük, beszéltünk erről, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen problémákkal küzdenek az ott élők. Kérdésem lenne, hogy mondja már meg nekem, képviselő asszony, hogy milyen hatáskörre ruházná föl azokat az embereket, akiket kiküldene oda utcafórumot és tárgyalni, hogy miben járhatnak el. Mert önnek ugye mindenre olyan nem tudom, észszerű javaslata van, hogy én már ezt nem tudom hova tenni. Ezzel kapcsolatban én azt kérem öntől, hogy konkrétumokkal és egy forgatókönyvvel álljon elő, és írja le, hogy kinek milyen feladatot szán, hogy kiálljon oda, és a drogosokkal szemben bármilyen vitába, eljárásba belemenjen. De szeretném tudni konkrétan, hogy kinek milyen feladatot szán a következő alkalomra, vagy adott esetben megnézném azt a forgatókönyvet, amit leír. A rendőrséggel szemben, de a tanácsnok úrral szemben is, akit valóban mindent megtesz annak érdekében, az öntudomása nélkül olyan, itt én ugye egy kicsit azért vissza kell, hogy fogjam magam, pedig tényleg azért nagyon konkrét dolgokat szeretnék önnek elmondani, de nem tehetem meg. Azért, mert vannak olyan lépések a rendőrség részéről is, amit nem lehet a tévé előtt elmondani. Csak ha megkeresi szerintem Sarkadi Attila képviselő urat, és megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan dolgot, ami ugye nem publikus, de megtesznek a rendőrök ezügyben, akkor biztos, hogy fel fogja önt világosítani. Azt is elmondanám, a kipucolással kapcsolatban több alkalommal, mivel ott a Huszár utcai híd alatt is laktak hozzáteszem, és nem öntől tudom, hanem nap mint nap én ott élek és látom, és próbáltuk őket jobb belátásra bírni, nem fog menni. Önnek meg aztán főleg az ön naivitásával elmondom őszintén, hogy szánalmasnak tartom ezt egy kicsit. És veszélyes. Hát ezért mondtam, hogy mivel ruházza föl az embereket, akit oda küldenek képviselőként, vagy bármilyen szerepet osztana rájuk. Ez az egyik. A másik pedig az elmúlt időszakban folyamatosan látom, hogy a rendőrség nagyon nagy erőkkel dolgozik,
kutyás rendőrök vannak minden napként a hídnál, és amikor mozgás vagy bármi ilyesmi van, ott vannak, szólható, bárki szólni tud nekik. Tehát ezért mondom önnek, hogy ebben az esetben nem az ön naivitásán kell elindulnia bármely képviselőtársamnak, hanem konkrét, nagyon konkrét, nagyon kidolgozott feladatokat kell megcsinálni. Nem fog elérni semmit egy utcai beszélgetéssel, de én azt mondom, hogy fogja karon az, akivel ön ezt meg szeretné tenni, menjenek oda, és próbálják rábeszélni őket, hogy enye-benye, ezt így nem szabad. Köszönöm. Hardi Péter képviselő úr kért szót az egyebekben. Köszönöm szépen, polgármester úr. Először az Alcsebicán lévő hatalmas parlagfűtengerről szeretném kérdezni polgármester urat, hogy mit kíván tenni a hivatal, vagy személy szerint ön ez ellen. Szinte hektárnyinak... Bocsánat, a polgármester kérdezi meg a hivatalról? Vagy a jegyzőt kérdezi meg a hivatal? Amelyikük gondolja, az fog válaszolni rá. Kit szólít meg? Amelyikük feleletet tud adni a kérdésemre. Tehát, hogy az a hatalmas parlagfű tenger, amely az Alcsevicán most már nagyon hosszú ideje ott van, az szándékozik-e akár polgármester úr, akár jegyzőasszony intézkedni az irányba, hogy azonnan eltűnjön. Nagyon sokaknak megkeseríti az életét. Tudomásom szerint egyébként ott magántulajdon is van, önkormányzati tulajdon is van, céges tulajdon is van. Ha ezt jól tudom, hogy önkormányzati tulajdonon is parlagfűtenger tanyázik, az bizony, vagy tenyészik, az bizony nagyon nagy probléma, hiszen magának az önkormányzatnak kellene elsősorban intézkedni az irányba, hogy ez ne fordulhasson elő. Ez az egyik. A másik, nagyon sokan kérdezik, hogy a Klisszára hordott föld kupacnak mi lesz a sorsa, mikor fog azonnan elkerülni. Ugye az akkor került oda, amikor a Vróci utat csinálták, a vállalkozó odahordta ki, a Vróci út elkészült, vállalkozó levonult, a földkupacok pedig ott égtelenítik a helyet. Megjegyzem, annak a tetején is nem kis méretű parlagfű tenyészik. A harmadik jegyzőasszonynak írtam a levelet, Doliné utcai aszfaltlerakatokkal kapcsolatban, jegyzőasszony erre válaszolt, azt válaszolta gyakorlatilag, hogy nem találja, talált mást, de azokat az lerakatokat nem találta, amelyeket jeleztem. Ott egy vállalkozó kátyúzott, majd a felmart aszfaltot bedobálta a pokrokba, most is ott van. Tudomásom szerint az ilyen aszfalt, amit már fölmartak, az veszélyes hulladéknak is számít. De ha adnak számít, nem annak számít, mindenképpen azt kérném szépen, hogy intézkedjenek, hogy azonnan elkerüljön. Jegyzőasszony említett, hogy hát kint voltak, de nem találta. Erre azt válaszoltam, hogy nagyon szívesen megmutatom személyesen ezeket, ezt továbbra is fönntartom. Erre már nem válaszolt jegyző, hogy kérdezem, hogy mi a szándéka, hogy mikor fog az aszfalt kupacok onnan elkerülni a bokrokból. A következő az szintén a jegyzőasszonytól kérdezem, ugye ez a bizonyos már általán sokszor felhozott elsőbségadás kötelező tábla a Lupavidor utcában. Közérdekű adatszolgáltatás keretében kértem jegyzőasszonyt, hogy küldje meg olyan rendőrség kötelezését, hogy annak a táblának ott kell lennie, mert ugye korábban erre hivatkozott, és mondta, hogy legboldogabb volna, hogyha az a tábla onnan elkerülhessen, de hát a rendőrség ezt másképp látja. Ígérte is, hogy majd azt a levelet előkeresi, szembesíti a levél formájában azt a hölgyet, azt a rendőr alezredest, aki a megkeresésemre azt a választ érte, hogy ő szerintük sem indokolt az elsőbségadás kötelező tábla ott. Jegyzőasszony azt mondta, hogy de hát hiszen ő korábban éppen ők mondták. Ezt a levelet kértem ki, nem kaptam meg, jó lehet a válaszadási határideje 15 nap régen lejárt, nem reagált rá. Úgyhogy kérném szépen, hogy intézkedjen, ez egy elvi kérdés, hiszen azt szimbolizálja a pomáziak számára, hogy a hivatal a zárt parkolója számára lehetővé teszi azt, hogy a elsőbséget ad saját magának egy kihajtás, behajtást illetően. Még hogyha ugye a Lámpa utcára vonatkozik is maga a tábla. Úgyhogy kérném szépen az intézkedését. És az utolsó pedig, amiért szót kértem,
Ugye a közmeghallgatáson februárban a polgármester úr említette, hogy én a kormányhivatalt félrevezettem, de a kormányhivatal úgymond felvilágosult, és ezt polgármester úr tudomására is hozta. Arról volt szó, hogy a közmeghallgatáson a képviselő, a megszólított képviselő kaphat-e szót, vagy nem. Megkérdeztem a jegyzőasszonyt, hogy milyen irat született ezzel kapcsolatban. Azt javasolta, hogy forduljak a kormányhivatalhoz. Megtettem, választ kaptam augusztus 17-én. Abban azt a választ kaptam, hogy azon kívül, hogy a tavalyi év során polgármester úrnak a úgymond segítségnyújtás keretében egy levelet kapott, hogy igenis a képviselőnek szót kell kapnia, semmilyen más irat nem született. Tehát ebből azt feltételezem, hogy valójában polgármester úr blöffölt, és azt kérdezem szépen, hogy kövessen meg a kumáziatot. Hát nagyszerű, akkor saj. Hát van egy pár, amire jegyzőasszony fog válaszolni. Én nem a pomáziaknak mondtam azt, hanem magának. Magát meg nem fogom megkövetni, ne haragudjon, képviselő úr. És azt is elmondom, hogy miért. Megint eljátsszák azt a játékot, amit úgy látszik, mert a második, harmadik közmeghallgatásnál játsszák el, de nagyon jó lesz jövőre is egy közmeghallgatás. Tehát valószínűleg ugyanez lesz a következő időszakban is, vagy a következő közmeghallgatásnál is. Eljátsszák azt, hogy eljön a csapatukból néhány ember, és ugye a közmeghallgatás eddig miről szólt? Arról, hogy az emberek kérdeztek, és a polgármester vagy a jegyző válaszolt. A képviselők meg általában végigülték. Most azt játsszák el önök folyamatosan, hogy az ön csapatából néhány bekérdez bármit, hogy az ott jelenlévő nem túl nagy számú olyan érdeklődő, aki nem valakihez kötődik és jön el, nem hivatali dolgozó, nem az önök egyesületének tagja, vagy nem a felpiszkált emberek egy csomó, hanem 6-8 olyan ember, aki tényleg érdeklődve jön el, akkor ha öntől valaki kérdez, persze a saját embere, mint ahogy ez be is bizonyosodott, hát én a saját pártársa vagy pártszövetségének a társa volt, akkor majd ön válaszol, és akkor kvázi fölemelődik arra a pozícióra, ahova szeretne eljutni. Ugye annak idején volt egy ominózus betongyáras, vagy betontörős megbeszélés, ahol engem is meghívtak, bárcsak késve, és ott mondta ön azt, hogy ezt a fórumot ön vezeti, azt meg én. Úgyhogy ezt fogadja el, úgyhogy erről többet mondani nem fogok. Én fölkészültem arra, hogy önök a következő időszakban mi mindent fognak ellenünk tenni. Egy év van a választásokig, látszik az a fajta mozgolódás, mozgósítás, amit ellenem, akár a képviselők ellen terveznek. Hajrá! Azt gondolom, hogy ennyire mocskos kampány még nem volt Pomázon, amilyenre itt a következő időszakban lehet számítani. Hiába tetszik nevetni, képviselőasszony? Én? Miért? Mikor mocskoskodtam ön ellen? Valaha? Hát ingerencia lenne rá, de én azt gondolom, tisztelem önben a nőt, meg a korát. Na, amire én tudok válaszolni ezzel kapcsolatban, hogy a parlagfűre jegyzőasszony fog, az aszfalttörmelékre szintén a Lupa utcai tábla, a földkupac. Többször elmondtam, már testületi ülésen is, csak úgy látszik, hogy nem figyelt rám senki, hogy azt a földkupacot a kivitelező azért hagyta ott. Mert van egy futópályázatunk, egy bicikliút pályázat. És hogy ne kelljen drágán, sok millió forintért töltőföldet venni, ezért ott megtartottuk ezt a földet, és ahogy annak a beruházás reményeink szerint mi hamarabb el fog indulni, akkor azt a földet fel tudjuk használni, azt a töltelékanyagot, mert az jó földnek nem minősül, de töltésre tökéletesen alkalmas. Azért, hogy ezért se kelljen újabb pénzeket fizetni más területen. 3 éve adtuk be a bicikliút pályázatot, az akkori árak alapján 185 millió forintot igényeltünk. Az első körben nem kaptuk meg a pályázatot, de utána jómagam, meg nópáran, akik ezen az oldalon harcolnak a városért, és küzdenek, és nap mint nap azért teszünk, hogy ennek a városnak jobb legyen, addig lobbiztuk, még tavaly decemberben kormányhatározat, hangsúlyozom, kormányhatározat született arról, hogy 6-7 település, közte Pomáz is bicikliút fejlesztésére pénzt kapjon. Utána jött egy választás, a minisztériumok átalakultak, a nyár folyamán sikerült végre olyan kontaktokat fölvenni, sikerült azt az ígéretet kapni írásban az új innovációs és technológiai minisztérium államtitkárától, hogy ezt az összeget Pomáz város meg fogja kapni. Ennek a támogatási szerződésének az első példányát elküldték, mi kitöltöttük, visszaküldtük,
és várjuk nagy tisztelettel a beérkező összeget. Közben mi folyamatosan tárgyalunk olyan kivitelezőkkel, akik képesek ekkora volumenű utat, bicikliutat építeni, azt tudni kell, hogy ez a 185 millió forint, amit kapunk, az vélhetőleg nem biztos, hogy elég lesz arra a bicikliútra, amit szeretnénk megépíteni, aminek a terve a Bihari utcától elindulva a töltésen végigmegy, a Rákosnál átmegy az út másik oldalára, és onnan nyíregyenesen a Spárhoz kapcsolódik be. Ezek a tervek, ezeket is gondolom, hogy ismerik, hiszen azon a szakaszon engedély nélkül betonoztak is egy alkalommal, amit utána föl is szedtek két nap után. Csak hogy megmutassák, hogy micsoda fantasztikus bicikliutat tudnak önök építeni, mi meg azt szeretnénk bebizonyítani, hogy mi valós bicikliutat fogunk építeni. Évek óta küzdünk ezért, most úgy néz ki, hogy ez ennek a következő fokozata az, hogyha a támogatási szerződés lehívásra kerül, akkor természetesen a közbeszerzési eljárását megindítjuk. És ha az idő olyan, akkor még ősszel, de legkésőbb tavasszal elkezdődik a bicikliút beruházása. Én nagyon bízom abban, hogy sokunk örömére a jövőre már biciklivel tudunk könnyebben átjutni Szentendrére, balesetmentesen és egy védett környezetbe. Csak azért mondom ezt, hogy annak a beruházás, az árazás a 3 évvel ezelőtti összeg. Tehát ezért is próbálunk meg minél több olyan saját forrás bevonni, mint például ezt a földkupacot, aminek az árát meg tudjuk azzal spórolni, nem kell beszállítani sok-sok kilométerről, hanem csak innen kell átmozgatni onnan-oda. De ez is el lett mondva, sőt, tőlem többen megkérdezték írásba, mindenkinek válaszoltam erre. Kis türelmet kérünk, ha ez a beruházás elindul, elhordjuk onnan, és a terepet ugyanúgy rendezzük, ahogy ez volt annak idején. És remélem, hogy akkor nem parlagfű, hanem rendes fű is fogott kinőni. A parlagfűről annyit tudok mondani, hogy elkezdte az önkormányzat a mentesítést. A mi területünkön, ha ez igaz, természetesen, ahol a vízvezetéket építettük, ott meg lett bolygatva a talaj, és ugye a frissen átforgatott talaj az első növény, ami kijön rajta, a parlagfű. Ennek azt hiszem holnapi nap folyamán kezdődik el a mentesítés. Ma már reggel vágták. Nem egy egyszerű dolog, hiszen nem egy egyenes területről van, hanem gilindes göröngyösről. Az egyik csapatok egyik oszlopos tagja jelentette nekünk, hogy ő tud egy vállalkozót, aki szívesen beleállna ebbe a munkába. Szeretném jelezni, hogy a vállalkozónak megadott telefonszámán nem tudtuk elérni, és a cég nyilvántartásban nem is szerepel az a cég, akit ez a kedves önökhoz tartozó úriember megadott. A megadott telefonszámon senki nem veszi fel, és azt azért tudni kell, hogy a vállalkozók, akivel eddig hasonló jellegű munkákat végeztettünk, nem vállalták a talaj egyenetlensége és egyéb problémák miatt a parlagfűnek a letolását. 2 évvel ezelőtt, amikor még csak az út nyomvonala volt kiszedve, volt olyan pomázi vállalkozó, aki egy keskeny bobkettel simán végigment, és a parlagfű mentesítést el tudta végezni, és ezt az önkormányzat természetesen meg is rendelte. Viszont onnantól kezdve, hogy megbolygattuk a talajt, olyan szinten lett egyenetlen, hogy járni nem lehet rajta, nem hogy gépet ráengedni. Ugyanezt írtam egyébként a parlagfűmentes Magyarországért, vagy hogy hívják azt a központi civil szervezetet, hogy sajtótájékoztatót is nyugodtan lehet kint tartani, ha úgy gondolják, hogy ettől majd visszamegy a parlagfű, vagy innentől kezdve megszűnik a mentesítést, de jobban örülnék, ha vállalkozót tudnának adni, aki elvállalja, mert kifizetnénk, amit kér, csak nincs, aki elvállalja, vagy önkéntest, aki kimegy és kihúzkodja. Tehát igazából egy olyan helyzettel állunk szembe, ami bár jogszabályi kötelezettség az önkormányzatnak, hogy a saját területét parlagfűmentesítse, de ez rajtunk kívülálló okok miatt rendkívüli nehézségekbe ütközik. A közterületfenntartó munkások a mai nap, miután befejezték pomáz napra szükséges feladatukat, mind a 3 fő, ezek után kimentek és kézi erővel kasszálják. Pénteki nap az a vállalkozó, aki szintén pomáznapra levágta a futópályát és a Szent István parkot, és úgymond rendbe rakta azt a területet, ahol egyébként a városnapi ünnepségek szombaton lesznek, pénteken megy, és kézi erővel próbálja meg szintén kézi fűkaszával lekaszálni a parlagfüvet. Azt a 3 magántulajdonost, akinél a legnagyobb a parlagfű, már köteleztük arra, hogy egyébként ennek tegyen eleget. Az egyik az, ahol a családban, ugye nem olyan régen haláleset történt,
és valóban ott az eddig szépen rendbe tartott gazdálkodási területük, igen, idén nem volt olyan szép. De mindent megtesznek. Amit magánemberként azt mondok, hiszen én ellentétben önökkel minden napot sétáltatom a kutyámat, és minden nap szembesülök ezzel, és ugyanezt elmondják nekem személyesen is, mindenkinek ezt mondtam, ha tud, segítsen, fogjon egy zsákot, és csak tisztítson meg 10 négyzetmétert. Az körülbelül 35 lépés. Amíg a kutya ott bóklászik, addig egy zsákkal ki lehet szedni a parlagfüvet. Nem lehet gépi erővel. Tehát képviselő asszony, lehet pislogni. Én erre mondom azt, hogy a megoldás sokszor nem rajtunk múlik, és nem akarat kérdése. Ugyanakkor azt a választ is tudnám adni, hogy nem befejezett építési terület, hiszen csak a vizet helyeztük el a talajba, és ugye reményeink szerint a csatornára is kapunk állami támogatást, amikor megtörténik ennek a területnek az újbóli felásása, és amikor a közműveket elhelyeztük, akkor beszélhetünk arról, hogy valamilyen olyan szintű zárást teszünk a talajra, hogy esetleg a parlagfű nem tör át rajta. Addig sajnos egybefüggő területként sokkal, de sokkal parlagfüvesebb és problémásabb. Klissza. A Klisszánál ugye polgármester úr elmondta a választ, ugyanezt a választ jegyzőként, illetve az illetékes ügyintéző eddig kb. 35 alkalommal tette meg, tehát minden egyes pomázinak elmondjuk, hogy igen, nem maradott, ideiglenesen deponáljuk, viszont azt el kell fogadnia mindenkinek, hogy a sites földet elszállították, a termőföldet viszont horror pénzért venné meg az önkormányzat a következő beruházáshoz, ahova biztos, hogy kell visszapótlás. Tehát átmeneti időszak, kérjük mindenkinek a szíves türelmét. Dolinai utcai aszfalt lerakat. Képviselő úr kombinálni szokta felém intézett megkeresésében a közérdekű adatigénylést, és egyébként a képviselői bejelentését is. Én akkor azért mentem ki rögtön az e-mailje beérkezését követően, mert elég fontosnak ítéltem ahhoz, hogy természetesen a közérdekű adatszolgáltatás mellett, hogy ki a vállalkozó, ugye kap, tehát az intézkedés is megtörténjen. Személyesen ketten mentünk végig azon az úton, minden egyes fa lerakatot, kicsi sóderhalmot, elhagyott hulladékot, mindent feltüntettünk. Én arra kérem képviselőt, hogy ne helyszíneljen velem, van nekem dolgom millió egyéb, kérem beazonosítható módon adja meg. Fényképezze le a szemközt lévő házat. Azt is akkor elmondtam, hogy az út egy része nem közút. Onnantól kezdve nem a mi tulajdonunkban van. Segítené, hogyha egyetlen egy fényképet elküldene, és mondjuk nem helyszíni szemlére invitálna engem. Bár nagyon szívesen kimennék, de higgyel, ez a legkisebb problémám. Arról meg nem is beszélek, hogy ez a vállalkozó, akinek szintén azt mondták, hogy ide eldobálta, meg oda eldobálta, világosan kiderült, hogy nem eldobálta, hanem folyamatosan folyik a martaszfalt javítása, és utána össze is szedték, amit meg is köszön. Tehát nem tartom életszerűnek ezt a dolgot, de ha lefényképezi a szemközti ingatlant, onnantól beazonosítható, hiszen a Dolinai út az, aminek az egyik oldalán vannak házak, és ez jól látható módon lehetséges. És akkor esetleg a közterületfelügyelő is el tudja ezt intézni, és nem jegyzői szinten kéne sétafikálnom. Elsőbségadás. Elsőbségi adást közérdekű adatszolgáltatásba kérte ki, valóban nem kapta meg. Egyelőre akkor fogja megkapni, amennyiben sikerül előkeresni ennek az alapaktáját, amit elmondtam már többször, legalább 6 éves történet. És ki tudom deríteni, hogy egyáltalán megkaphatja-e közérdekű adatigénylésbe, ugyanis számtalanszor elmondtam, hogy hatósági ügyben hozott mindenféle irat, közérdekű adatigénylésként nem kérhető ki. Én nagyon szépen kérem, hogy ne adjon a számba olyan szót, amit én nem mondok. Mondok én eleget, abból lehet sem megézni. Amit ön a mai napig fölmutat, a mostani közlekedési osztályvezetőnek a levele, aminek a levélnek egy mondatát idézi ön, az összes többit nem.
a közútkezelő jogosult meghozni minden olyan döntést, ami Pomázváros közútjait érinti. Ezt a hatáskört a képviselőtestület a legmagasabb szinten gyakorolta, amikor forgalomtechnikai tervet fogadott el, és ennek a végrehajtása a közútkezelő számára kötelező. Ezzel azt a körülbelül 6 évvel ezelőtti, most egyébként a Szentendrei Kapitányság által nem dokumentáltan akkori közútkezelő felé intézett rendőrségi úgymond előírásnak mondhatjuk így, a szentesítését jelenti, amit tavaly jóvá hagyott a testület. Ugyanakkor óvaintenék mindenkit, hogy azt mondja, hogy a hivatal dolgozóinak nyújt ez elsőbséget. Nem, tisztelt képviselő úr, a város azon polgárainak, aki minimum a város egynegyede, aki a fölfelé menő egyirányú utcán közelíti meg az Orlováci városrészt, a Mesalia városrészt, és a hasonló külterületi utcákat kifelé menet, hiszen fölfelé ez az egyetlen egyirányú utca. Ezt szolgálja, a biztonságos közlekedés szolgálja, hogy elhelyezte a forgalomtechnikai terv alapján a 30-as korlátozott táblát a testület, és ezzel egyetértett egyébként a közútkezelő. Ezt a célt szolgálja, hogy igenis az autós taposson bele abba a rohadt fékbe, és ne 50-nel döngjön végig az egyirányú utcán, hanem azt az utcát tisztelje meg, ahonnan a lefelé menő Fáy András utcából, amikor látja, hogy dugó van, akkor egy menekülési útvonalat jelent, mielőtt belemegy a körforgalomba, ahol minden áldott reggel és 4:30-tól minden áldott nap szintén bedugul a város. Tehát ezt hívják úgy, hogy forgalomtechnika. Ezt hívják úgy, hogy közlekedési morál. És kérem képviselő urat, utoljára szólítanám fel, hogy hagyjon fel azzal, hogy ez a hivatal dolgozóinak az elsőbséget szolgálja. És változatlanul fenntartom azt, hogy engem és a hivatal összes dolgozóját kifejezetten zavarja ez a helyzet, sőt, baleset veszélyes már csak azért is, mert a pomázi polgár egy része bár már megszokhatta az elmúlt 6 év alatt, de a mai napig még mindig úgy közlekedik, mint a vakló. És nyomja a gázt. És ezáltal egyébként nem csak előre lehet menni, hanem ki lehet kanyarodni a Lupa-Vidor utcán, ahogy egyébként nagyon-nagyon sok pomázi ki is kanyarodik, és most már szintén egy utcával följebb, de kimegy a főútra. Köszönöm. Természetesen, amennyiben előkerül az irattárunkból, a dokumentárunkból, mivel már oly régi, akkor megvizsgálva, ha nem közérdekű, vagy bocsánat, hogyha nem hatósági ügyként került annak idején ez elbírálásra, akkor természetesen közérdekű adatkikérésként oda tudom adni önnek, ami szerepel a dokumentumban. A közmeghallgatás kapcsán kijavítanám képviselő urat, én nem válaszoltam, én közérdekű adatigénylésbe tájékoztattam arra, hogy nem én vagyok az adatkezelő. Tehát ön az adatkezelőtől kérte ki. Az, hogy az adatkezelő önnek mit adott, az az ő felelőssége. Én, Kaminton Cseszedek, emlékszek egy levélre, amit én írtam, és polgármester úr írta alá, de nem én vagyok az adatkezelő, és ezért nem tudom az ön számára odaadni. Tehát higgy el, hogy van levél, csak sajnos tőlem nem kaphatja meg, mert ilyen a jogszabályi előírás, hogy nem én vagyok az adatkezelő. De természetesen, ha ezt írták önnek le, akkor ezt írták, ők nem tekintették valóban olyan dokumentumnak, ami esetleg számottevő, pedig hát azért ides tovább egy oldal volt, de most mindegy, ilyen szempontból. Köszönöm. Sarkadi Attila képviselő úr kért még szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, és előre elnézést kérek képviselőtársaimtól, illetve a tévénézőktől, akik kénytelenek ismét végighallgatni azt, amit ismét elmondok Andrásné Murányi Borbálának a sokadik felvetésére. Abszolút összemossa azt, hogy mi a közbiztonsági tanácsnok feladata, illetve mi a KEF feladata, csupán annyit mond, hogy ezek nincsenek kitöltve. Közbiztonsági tanácsnok én vagyok egy személybe, és higgy el nekem, hogy több mint 100 pomázinak foglalkoztam konkrétan az ügyével az elmúlt 2 évben, és előtte is nagyon sokkal. Nagyon-nagyon sokkal jönnek el hozzám, a problémák jó része egyébként valóban a kisebbség által lakott területről,
És ezeket az ügyeket, ha megfelelő bizonyítékokat látok, illetve segítséget, abban az esetben a kapitányúrral közlöm. Egyetlen egy ügyet sem tudok elmondani konkrétan, és nem is szeretnék egyetlen egy ügyet sem. Rengeteg köszönő levelem van, akik később írtak, ezt a saját magam perverzitásából elrakom, és el szoktam olvasgatni, mert örülök. És nagyon-nagyon sok drogdillert, nagyon-nagyon sok olyan drogost, háborgató drogost sikerült onnan, akik ténylegesen, tetlegesen háborgatták az embereket, sajnos a kiabálás ez elég nehezen megfogható, sikerült azzal a támogatással, vagy közvetítéssel, amit én feladatként vittem. Ennek ellenére úgy éreztük, hogy erősíteni kell az állományt, ezt jelentette most be polgármester úr, plusz 3 rendőr lesz, és még egyszer elmondom, úgy érzem, hogy a dílerek és az agresszív drogosok, ez rendőrségi, én magam sem vagyok serif, De ugyanakkor ezeket a dolgokat nem lehet megbeszélni. Ezért volt az, ezt válaszoltam egyébként képviselőtársamnak a levelemben, hogy ezért volt az, hogy a rendőrség felé próbáljuk ezeket a dolgokat továbbadni. Tehát itt más lehetőség nincs, és ezért volt az, hogy a testület nem szavazta meg a rendőrségi beszámolót. Annak ellenére, és itt hadd mondjam el, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a Szentendrei kapitány úrral, és rengeteg eredményt értek el. Tehát a vagyon elleni bűncselekmények elképesztő módon visszaszorultak mondjuk egy 5 évvel ezelőttihez. De ez a droghelyzet miatt próbáltuk felvetésként, és polgármester úr egy csomó tárgyalást lefolytatott annak érdekében, hogy meg tudjuk erősíteni a rendőrséget. Egyetlen egy képviselőtársam volt, aki ezt a szavazást egyébként, ezt is leírtam a levelembe, ön volt az, aki nem kívánta, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy ide több rendőr kell, erősebb rendőr kell, nem fogadjuk el a rendőrségi beszámolót. Ön volt az egyetlen. Tehát ennyit a rendőrségi ügyről, a KEF-ről, ami egy teljesen más téma, és annak ellenére, hogy sokat dolgozok benne, önkéntesen, annak a szakmai feladatát Óváriné Herpai Dóra végzi. Nem én, nem akarok szakmaisággal bemutatkozni, mert nem vagyok szakember. Dóri elmondja, mi van, és mindent segítek, és hál' Istennek rendkívül sok segítséget kapunk polgármester úrtól és a testülettől. Enélkül nem menne, de anyagi ellenszolgáltatást nem kapunk, a programjainkhoz maximum támogatásokat próbálunk szerezni, de az önkormányzat és a KEF együttműködésének köszönhető, hogy ma minden egyes iskolában, mert a megelőzés, ismét mondom, csak a megelőzésben tudunk dolgozni, a többi rendőrségi ügy, a dílerekkel nincs tennie valója a KEF-nek. A testületnek sem. De a KEF-nek semmiképpen. Minden iskolában jelen pillanatban van egy olyan pedagógus, aki beiskolázott, és azonnal fölismeri a drogot, és nem csak fölismeri, hanem el is tudja mondani, hogy mi az, amit innentől fogva lépni kell, cselekedni kell, meg tudja cselekedni. Elvégezte a tanfolyamot, utóképzésekre járt. Mindezt egyébként a polgármesteri keretből, de a Dórinak a feladatából. Iskolákat, végigjártuk az összes iskolát szakemberekkel, ahol az összes pedagógus meg volt hívva. Volt olyan iskola, ahol mindenki eljött, volt olyan, ahol kevesebben, és elmondtuk, hogy mit lehet tenni, hogy lehet tenni. Szakembereket hoztunk, videópályázatokat csináltunk pomáznapjára, amit több mint 10 000-en megnézték. Fiatalok, mi a te szenvedélyed? Példának mutattuk be a különböző szenvedélyeket. Dolgozunk a pomázi drogstratégián, nagyon-nagyon sok mindent tettük már, ez nem egy egyszerű dolog, és mind a ketten ismétlem, társadalmi munkába végezzük, de elsősorban a Dóri szakmai munkája lesz ez az egész. És ugyanakkor a jelenleg futó, tehát ezt mind azért mondom, hogy ugye nincs kitöltve tartalommal. Októberben egy országosan elismert drogszakember fog jönni pomázba, amivel ünnesi házban már folyik a... Elfogjam. Lépjében még egyszer, mert fontos lenne, hogy rögzítve legyen. Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tehát
Azt akartam elmondani, hogy a művelődési házzal már egyeztettünk, októberben egy országosan elismert drogszakember fog jönni Pomázra, aki megint a szülőknek, a lakosságnak, nyilván az kell, hogy elmenjenek az emberek, és mondom, ismétlem, a KEF-nek semmi tennivalója a dílerekkel, kizárólag a megelőzésbe, az iskolai megelőzésbe, a segítségbe. Most legutóbb a Szentendrei kapitányságon a kapitányú szervezte az összes KEF által szerepeltetett, Pomázi KEF által szerepeltetett tagokat hívott össze, tehát a kapitányság adott ennek otthont, és Maja is ott volt. Nagyon-nagyon sok mindent tudtuk megbeszélni. Tehát én úgy gondolom, hogy a megelőzésben nagyon sokat dolgozunk, és abban is biztos vagyok, hogy a pomázi iskolákban minimális a drogozás. Azt viszont el tudom mondani, hogy a Vár utca, a Tavasz utca és egyebeknek a agresszív, díler, drogos helyzete, ezek rendőrségi ügyek. Ebben nem KEF-ként, mint közbiztonsági tanácsnok sokat dolgoztam, és tudom azt, hogy legalább 100 embernek tudtunk megoldást. Egyetlen egyet se fogok mondani, és senki nem fog fölállni, hogy ő kiről, miként, hogyan, de nagyon-nagyon sok embernek. És a rendőrség partner volt, és higgyék el, idén is rengeteg dílert elvitt. És azokat a dílereket sajnos viszonylag hamar kiengedi a rendőrség, tehát vagy a bíróság. Ügyesség. Itt van óriási probléma. Na de ebben már nem tudunk beleszólni. Tehát a bírósági, amíg ezek az emberek nem kapnak mondjuk 20 évet és teljes vagyonelkobzást, addig mérgezni fogják a többieket, de a rendőrség az egyetlen, aki föl tud lépni, és ebben higgyék el nekem, hogy hatható segítséget tudtam nyújtani az elmúlt időben. És a KEF az pedig, ismét mondom, egy teljesen más téma. Egyébként ki leszünk most a Városnapon is, drogteszteket lehet kitölteni, ott leszünk, ezt is mi magunk szerveztük, és tessék kijönni és ismertetni. Jó, itt az egésznek, köszönöm szépen, az egésznek a végén azért szeretném mondani, hogy a művelődési házban is nagyon komoly ilyen programok folynak. Egyébként a Tavasz utcával kapcsolatban csak annyit, hogy a minap elszállítottunk az oda összehordott szemetet. 540 ezer forint értékben 54 köbméter, 45 köbméter veszélyes hulladékot, amit az ott lakók, akiket azóta szépen ki tudtunk tolni, javarészét oda hordták. Ezt is kivégezteti el az önkormányzat. Kiszedi a szemetet az önkormányzat. Persze néhány civil jelentkezik, minden tiszteletem azért, aki kesztyűt fog. Jó magam is, minden egyes akción részt veszek. És ezt kell csinálnunk. De írdatlan mennyiségű pénzt költünk szemétszedésre, takarításra, pucolásra. Ez van. Na, tisztelt hölgyek, urak! De nincs, ez nem, ez az egyebek. Minden kérdésére választ kapott képviselőasszonyt. Jó, ezentúl megköszönöm a jelenlétet, a munkát, úgyhogy köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.